Üdvözlöm a kedves értágító hallgatókat, ez egy újabb podcastünk. A mikrofonnál, az egyik mikrofonnál Kis Túránt, itt van velem a kollégám Lenkár Péter is, illetve egy nagyon magány irodahelyiségben vagyunk, ami szerintem nem csak irodahelyiségként funkcionál, hanem sok más szerepet is betölthet akár, és elmondom azt is, hogy hol vagyunk konkrétan, tehát Timár Adriennel fogunk beszélgetni, és az irodájában vagyunk, aki egyébként Péter megfogalmazása szerint szépségápolási menedzser, de hogy akkor ez mit fog, vagy mit takar egyáltalán, és hogy hogyan lehet valaki szépségápolási menedzser, arról szerintem akkor majd Adrián fog nekünk mesélni, vagy nyilván beszélgetünk ezekről a témákról, úgyhogy kedves Adrián, üdvözöllek az értágítóban, és köszönjük, hogy itt fogadsz bennünket ezen a szép kis helyen. Egyébként Nagyváradon vagyunk, azt nem mondtam. Úgyhogy itt vagyunk, szervusztok, sziasztok! Sziasztok, szervusztok, kedves hallgatók! Köszönöm szépen a felkérést. Igen, Nagyváradon vagyunk, ez a mi kuckónk. Itt nem csak beszélgetni lehet a termékekről, hanem ki is lehet próbálni. Tehát a hölgyeket ide beszoktuk invitálni, hívni, és lehet tesztelni is termékeket. Ne féljetek, titeket nem foglak letámadni valami jó kis bőrradírral, vagy valami hasonlóval, de ha nagyon akarjátok, szívesen. Amint mondtad, menedzseri szinten vagyok ennél a cégnél, majd úgyis el fogom mondani a nevét, biztos meg fogom említeni, de nem csinálunk külön reklámot, mert arról van szó, hogy egy laza beszélgetés lesz a szépségápolásról. Így van, többek között arról is. De kicsit akkor menjünk vissza még időben, mert hogy hogyan is kerültél erre a pályára, vagy milyen tanulmányokat végeztél, van esetleg ilyen jellegű végzettséged, bármelyik részét is képezze a munkádnak? Oké, akkor bemutatkozom, tehát Adrián, Tímár Adrián, akár online, orvosként még a lánykori nevem, addigban végeztem, úgyhogy sok ismerősöm onnan van a környéken, a Várad környékéről. Amúgy jogot végeztem, szintén Nagyváradon, de nem ezzel foglalkozom. Más valamit választottam, a papírmunka tologatás helyett inkább azt mondtam, hogy az egészséggel, a szépséggel és annak fenntartásával fogok foglalkozni. Ez 17 éve történt, igen, jó rég, 21 évesen, ha jól számolom, tehát már ki lehet számolni, hogy hány éves vagyok. És a termékeket ismertem meg először édesanyámon keresztül, aki szint ugyanúgy ezzel foglalkozik, tehát ez nálunk egy családi vállalkozás, attól függetlenül, hogy ez egy MLM rendszer, ezt egy csúnyán szokták általában mondani, de hát emberről emberre megy, szájról szájra, tapasztalatokat adunk át, és termékeket adunk el. Tehát akkor próbáltuk ki a termékeket, és nekem egy egészségügyi problémám volt, amire hasznos volt ez a termék. És akkor azt mondta édesanyám, ha ez a termék ennyire jó, hogy tégedet ez segített, és meggyógyított, amúgy egy fülgyulladás volt, gennyes gyulladás, ami szenvedtem, és ha ez neked jó volt, és ez annyira jó, akkor hajrá, belefogunk ebbe az üzletbe. És követtem én is a példáját. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire volt evidens, hogy ezzel foglalkoz, hogyha már a tanult és befejezett diplomád vagy szakodat nem szeretted volna, de akkor válaszoltál is a kérdésre. Beszélgessünk egy picit, vagy mondd el azoknak a hallgatóknak, akik nincsenek annyira tisztában, mit jelent ez az MLM? Hát az MLM az nem piramis játék elsősorban. Itt is emberek ajánlanak termékeket, mint például egy üzletben, vagy amikor egy direkt kontaktusod van egy másik emberrel. A rendszernek az a lényege, hogy csapatot építsél, most ez ilyen szépen hangzik, kliensi kör, tehát felhasználói kört, azok, akik szeretik a termékeket, akik megveszik rajtad keresztül, ez lenne az A pont, B pont, hogy maguktól online, mert most már lehet mindent online, ezt is lehet online vásárolni, és a C pont az lenne, hogy ugyanúgy, mint ahogy te, jöjjenek olyan emberek, akik szeretnének pénzt keresni, ambiciósak, ebben látnak lehetőséget végül is. Mondod azt, hogy nem csak ugye fizikálisan, hanem online is lehet ilyen értelemben működni már. Azt mondjuk látjuk is veled kapcsolatban, hogy eléggé aktív vagy a közösségi oldalakon, médiában ilyen értelemben.
És tehát akkor mondtad azt is, hogy ide lehet jönni, mondjuk kipróbálni egy terméket az irodában, vagy ebbe a szalomba, vagy szalonnak nevezhetjük amúgy hát ilyen értelemben? Hát ez egy bemutató iroda, akkor ebből benne van minden. Tehát akkor mit, hogyan lehet ezt megtenni, mondjuk, hogyha, és akkor persze majd rátérünk olyan kérdésekre, hogy jó, hát én most férfiként kérdezlek téged, és lehet, hogy mondjuk egy nő más kérdezne ilyen értelemben, de akkor majd szerintem vagy kijavítasz bennünket, vagy pedig jobban felvilágosítasz ebben az értelemben, hogy hogyan is zajlik ez. Akkor kezdjük azt, nézzük azt, hogy mi az, amit tud nyújtani mondjuk fizikálisan akkor egy ilyen dolog, és mi az, amit pedig online tudsz nyújtani, mondjuk képzések is vannak, vagy egyéb dolgokkal is foglalkozol? Miben lehet, mit lehet ide még beleültetni? Jó. Jó. Jó, tehát akkor fizikálisan és online. Fizikálisan létezik olyan, hogy itt helyben lehet tesztelni valamit. Ez minden egyes ilyen rendszerrel foglalkozónak a magánügye, hogy így hogyan folytatja le az aktivitását. Azt mondom, hogy ahogyan én működök, ahogyan mi működünk, a mi csapatunk, mert nem csak én vagyok, nem csak édesanyám van, hanem többen vagyunk, akik ezzel foglalkozunk csapatba. Itt az irodában vannak termékek, amik ki vannak bontva, meg lehet kóstolni őket, fel lehet vinni az arcra, ki lehet próbálni, tehát lehet egy bőrradírt, nem kozmetikai szalon, tehát ezt maga végzi az a hölgy, aki bejön, maga kenni az arcára. Igen. Meg lehet kóstolni? Meg. Na, erről mesél, miről van szó? Figyeljetek, én mondtam, mikor bejöttetek, hogy ott a tej, a kávé, az nem aloés, de ott vannak ilyen cuccok, amiket végig lehet kóstolni, tehát nem fogtok éhesen hazamenni. Akkor nem úgy kell elképzelni, mint a hagyományos kozmetikumokat, hogy kened, stb., hanem akkor ezt fogyasztani is lehet? Igen, vannak olyan dolgok, amiket lehet mint fogyasztani. Mint a Lóri is mondta, hogy férfiak nyugodtan, vagyunk, és... Nyugodtan. Nekünk nyugodtan. Ez így új, vagy legalábbis nekem nem tudom. Akkor nagyon logikusan mondom. Uh-huh. Ahogy öregszünk, egyes dolgok kopnak belőlünk. Nem termel a szervezetünk, például Q-enzim, Q10 enzimet 30-valahány. Kollagént már 26-tól öregszünk. A hallásunk az 23-28 évesen kezd romlani. Hogyan? Hogy? Igen. Pontosan. Nem ránk vonatkozik. De észrevehetően, ha láttátok a barátaitok körében a szemüveg használatát 43, 48, 50 fele, úgy mindenkinek kezd pápa szeme lenni. Na most ezeket a dolgokat úgy belülről lehet kezelni. A szemüveg az kívülről van, vegyük úgy a krémeket, azok kívülről hatnak lokálisan, tehát hogy jobban lássunk, szebbek legyünk a krémek által, és belülről pedig olyan anyagokat viszünk be, amitől a szervezetünk fiatalnak érzi magát, ezt így idézőjelbe, avagy ami hiányzik, pont azt adod meg a szervezetnek. Ezt lehet okosan csinálni, lehet nagyon sok pénzzel csinálni, akkor nem pont ide fogtok jönni, mert azokat külső injekciók áll meg, stb. Nem rossz az, hialuronsav, nem kell itten megijedni. Ja, én is bólogatok, csak másképpen. Tehát az injekció által is bevihető, például a hialuronsav, amit belülről. Most, hogyha megkínálok egy tablettával, attól nem leszel szebb, nem fog az ízületed azonnal működni, de hosszú távon ez, mivel mondtam, a szervezetet kevesebbet termel, te ezt visszaadod neki, ez egál, kiegyenlíted valamilyen szinten. Igazából akkor azt kell ez alatt értenünk, tehát mondjuk a termékekre gondolva konkrétan, hogy ezek akár vitamintartalmúak, vagy nyomelemtartalmúak. Igen, pontosan. De mindenképpen naturtermékekről beszélünk, vagy pedig van egyfajta kémiai összetétel, vagy kemikáliák is bejönnek itt a képbe. Na most, hogyha valamit tartósítani kell, igen, és itt a krémekről beszélek, vannak nagyon ügyes emberek, akik saját maguk tudják készíteni a krémjeiket, és akár külön-külön is meg tudják venni az alapanyagokat, meg ez a hobbiuk, hogy tehát véget sem mondom. Tehát vannak olyan emberek, akik nagyon ügyesek, és saját maguknak elkészítik a krémjeiket, tehát handmade, ahogyan most mondják, bizonyos alapanyagokból, természetesekből, vagy ők is megveszik például a hialuronsavat, megveszik a C-vitamin külön, stb. És el tudják készíteni. Vannak olyan emberek, akik ezt nem tudják elkészíteni. Nem is akarják, és rá akarnak bízni magukat az eredményt rá akarják bízni egy ígéretre, amit egy cég, egy logó és egy felirat ad végül is, mert ezt adja egy ránctalanító krém, nem azt mondja, hogy ki lesz vasalva az arcod, hanem azt mondja, hogy ígérem, hogy ettől szebb leszel, és ahogy mondtuk, pótolja azt, ami nincsen meg. Az ígéretek mindig sokkal szebbek általában, azért intelligensen kell választani, hogy jó termék legyen. Amit te készítesz magadnak, azok általában, ha te nem teszed tartósítószert, visszatérve a kérdésre, akkor
3-6 hónap alatt megromlanak, elromlanak azok a hatóanyagok benne, oxidálódnak, tehát nullává válik a hatás, hatóanyag értéke. Ami a dobozban van, azokban vannak tartósítószerek. Na most itt jön, hogy egy cég bio, kevésbé bio, vagy ilyen öko módon oldja meg az ivógélekbe, mivel itt aloe verás termékek, most már adjuk az infót lassan, aloe vera alapú termékekről van szó, akkor a gélekbe nincs tartósítószer. A krémekbe, mivel azért krém, belenyúlunk, kinyomjuk, máshogyan működik azért a... Ilyet tudjátok képzelni, egy tégelybe bedugod az ujjad, az már nem olyan, ha már oxidálódik, nem olyan. Egy krémet azért egy hölgy, mivel nálunk nagyon jó minőségek a krémek, ezt én tudom állítani, már ennyi év alatt láttam a hatásukat másokon is, nem csak magamon éreztem. Ezért ezekben a krémekben egyesekben van tartósítószer, elég 3-6 hónapig is, tehát valahogy kéne őket tartósítani, úgyhogy van bennük. Amúgy kimondottál a kurszót már többször, de én is kimondom újból, csak másképp akartam erre majd még rátérni, vagy tovább folytatni. Én látok például óriási cserepekben aloét, mint növény konkrétan. Igen. Én arról azt tudtam mindig, vagy régen azt hallottam az aloéról, hogy nagyon jó mondjuk például égésre. Tehát, hogyha mondjuk én megégetem otthon az ujjamat a gáztűzhelynél, és mondjuk kicsit megvágom az otthon lévő aloe növényemnek az egyik, hát úgymond levelét, vagy nem is tudom, növény részét, akkor rácsepegtettem azt a nedvességet, és az engem meggyógyít lényegében. Pontosan. Régen ezt használták vajon akkor? Tehát hasonló, vagy ha nem is ilyen kifinomult módon, mint ahogy most szerepel termékekben, vagy ahogy feldolgozzák másképpen, de mondjuk az emberek ezeket régen használták-e? Vagy akkor itt a kérdésem, hogy nagymamáink vajon mit használtak annak idején, hogyha szépségápolásról volt szó, vagy bármilyen ilyen jellegű dologról. Jó, akkor ezt ketté osztom nagymamáinkra, és akkor mondom magáról a növényről. Tehát Romániáról beszélünk, mert ott vagyunk mostan. Nagyon-nagyon-nagyon elismert ez a növény, és hogyha megnézel, megkérdezel 3-4 ember, csak így próbálom megkérdezitek, egynek lehet 5-ből egy, lehet 3-ból egy van otthon ez cserébe. És ez nem a cégünknek, a Forever cégnek az üzenete, hanem ez megvolt még ezelőtt 23 évvel is, mikor megjött volna egy becsomagolt formában. Igen, hogyha megvágod magad, megégeted magad, vagy nap mint nap akarsz építkezni, tökéletes módja az, hogy levágsz egy friss levelet, és magadra kened. Ez érvényes sok más gyógynövényről és gyümölcsről is, ha nem tudtátok volna, fiúk, hajrá, az uborkával is nyugodtan. Akár epret is lehet az arcunkra kenni, mézet, stb. Stb. A kulcs lényeges dolog ebben, hogy ha 4 órán belül nincsen elhasználva az a belső géles része az aloe vera levélének, akkor az oxidálódik, és akkor ugyanúgy szerbusz, elmentek azok a jó dolgok belőle. Ha neked minden napra van szüksége, tehát nem csak egy kicsi bibid van, hanem egy harmadfokú sérülésed van, nem neked, valakinek, és minden nap kéne ezt 6 hónapon keresztül kenegesse, akkor akármilyen nagy az az aloém, az nem lenne elég neki. Ha minden nap akarom a fogamra is kenni, mert fogénybérzésem van, akarom az arcomra is kenni, és érezni akarom kívül belül a hatását, akkor megint nem lesz elég, és akkor olyankor jön az a variáció, hogy valahonnan. Ez nem egy Romániában honos növény, tehát Barbadoson termelik Spanyolországba, Amerikába, Phoenix, Arizonába. Azt mondják, hogy egy Románia, ezt mondják, ezt nem tudom bizonyítani. De már sok helyről hallottam, úgyhogy kezd igaz lenni, hogy egy akkora területen van termesztve, mint Románia. Ezt mondjuk, amennyit mi iszunk, meg kenjük magunkra, lehet, hogy szükség van rá annyira. Tehát nem itt termelődik. Nagy mennyiségben szükség van külső importról. Régebben, több ezer évvel ezelőtt hogyan tartósították, mert ezt nem most találták ki ebben az évezredben, hanem pár ezer évvel ezelőtt Kleopátra is használta, és ő aloe port használt, tehát kiszárították, és az az aloe por, nekünk is van még egy olyan termékünk, amiben por formájában van, és akkor azt mondják, hogy ez Kleopátra és Nefertitinek a szépségtitka. Az árát úgy, mint a sáfránynak, aranyban mérték az aloe vera pornak. Nagymamáink. Igen, nagymamáink, igen, nem Kleopátra, nem vagyunk Kleopátrák. Nagymamáink. Nagymamáink mit használtak? Amit szeretettel használok végül is én is, házi szappan hatását, gyógynövényes házi szappanok, a bikarbonát, hogyha fogmosásról van szó,
ezeket mind alapanyagok, amik környezetünkben vannak. Esővizet használtak pH-s miatt. Kérdezzetek, mit akartatok a nagymamákkal? Nem tudom, Lóri, mit akar a nagymamákkal. Mielőtt itt még folytatjuk, oda kanyarodjunk vissza, hogy igen. Ugye azzal kezdődött, hogy van a személyes, meg az online bemutató. Igen, és kimaradt az online része. Az kimaradt. Igen. Azt elmondtad, hogy itt, hogyha valaki ide jön, akkor mit kap, de akkor az online igen, formát bocsánat, is. Igen. Jó, tehát online formában az végül is döntsd el magad alapon van. Mert fellépsz egy weboldalra, látsz termékeket, amiket miért vásárolsz meg, miért nem azt veszed meg, amit megint láttál a polcon. Azért, mert ezekről a termékekről jókat hallottál. Ne felejtsük el, hogy nálunk ez a szájról szájra megy az info, és a tapasztalatok átadódnak, úgyhogy én elmondtam, hogy nekem mire volt jó, a másik is elbeszélget. Tehát nálunk mi mindig a szociális hálón keresztül működik, és ezért működik az online része a szociális hálón, ami online van mostan, tehát a nagy piactér kiköltözött az online felületre, és ott pedig úgy működik az egész rendszer, hogy én is megmutatom, hogy mit használok. Tehát megmutatom, hogy mit eszek, megmutatom, hogy mit iszok. Sok barátotok valószínűleg látjátok, lehet, hogy ti nem posztoljátok, hogy mit vacsoráztok, de sokan kirakják, hogy mit vacsoráznak, kirakják, merre nyaralnak. Végülis... Le kell őket színű, hogy olyat ne egyél estére, nem? Lehetne. Ne irigykedj. Tehát ez így működik, egy kicsikét ilyen angolosan mondva, hogy ez egy monkey business, majom business, mert meg majmoljuk egymást, mint emberek, meg kíváncsiak is vagyunk, hogy mit csinál a másik, ugye, és ez az online felület adja a lehetőséget. Úgy, ahogy én, más kollégáim is megmutatjuk nem csak a terméket, hogy hé, itt az aloe vera gel X az ára, vedd meg tőlem, azt mondja, hát ezt meg tudom venni, 6 ismerősön foglalkozik vele, de hogyha azt mutatom be, és úgy mutatom be online, hogy ennek mi a jó része, és nem mutatom azt, hogy én egy orvos vagyok, nem vagyok orvos, jogot végeztem, vagy... hogy leírom a hatóanyagokat, oké, ezt még ki tudja másolni mindenki. De hogyha az emberi részét mutatom meg, hogy hogyan hat ez neked, mire jó neked, én hogyan használom, akkor automatikusan működik az, hogy bízol benne, vagy lemajmoljuk egymást, vagy kíváncsiak vagyunk rá, vagy bizalomgerjesztő, ezt mindenki eldönti, és akkor azt válassza. Még mindig marad egy rés, hogy kitől veszi meg. De meg lehet venni online direkt, hazaszállítja a cég. Én ebbe az esetben ki is ugrok a rendszerből, mert nem teszem rá a termékre a kezemet. Tehát nekem ez oké, és az is, hogy online vásároljanak az emberek, mert nem kell én becsomagoljam, nem kell eljöjjön, de nem kell találkozzunk. A választás viszont ezt a kliens tudja, hogy miért válassza. Valószínűleg egy érzelmi hatás, vagy egy infót kapott arról a termékről is. Azért veszi meg ezt, és azért nem a sok-sok terméket, amik léteznek online felületen is, vagy az üzletek polcain. Akkor tényleg a nagymamákra visszakanyarodva. Igenis. Hogy mit akartam abból kihozni. Én arra vagyok kíváncsi igazából, hogy mennyire foglalkoztak régen a nagymamáink, vagy hát dédnagyanyáink azzal, hogy akkor úgymond ápolják magukat szépségápolási termékekkel, vagy a lehetőségek szerint akár gyógynövényes teákkal, bármi mással, amit te is említettél, vagy a házi szappan, vagy a bikarbón a másik kérdés, ugye? Tehát, hogy manapság mindenhol azt látjuk, vagy azt halljuk, hogy meg ha megnézel egy tévé reklám blokkot, abból kb. 8 gyógyszerreklám, a másik 3 vagy 4 sampon, pedig, meg hajfesték, sampon. Tehát, hogy mindig valami szörnyű. Olyan dolgot ajánlott neked, hogy akkor azt vedd be, vagy kend magadra, vagy tedd magadra. Mert most megvannak ezek az impulzusok kívülről, de mondjuk régen ezek mennyire lehettek meg, vagy mennyire törődtek az emberek magukkal vajon olyan mértékben, mint mondjuk most? Igen. Tehát jelenlegi hozzáállásom nekem, már ez pár éve, vagy 10-20 éve, hogy a szappan és a víz az egy kitűnő szépségápolási termék. Emellett kitűnő szépségápolási termékek még léteznek körülöttünk, de szappan és a víz. Az a legfontosabb. Mert az ember tiszta, akkor már megint máshogyan néz ki. Nagymamáink, szeretettel beszélgettem el az idős rokonaimmal, úgyhogy tudom, hogy hogyan működtek a hajbongyolítás, hogy papírcetlikkel csinálták, hogy hogyan szépítkeztek, hogy esővízzel, ecetes vízzel öblögették. Tehát a szépség megjelenik ottan. Tehát nem látsz egy csúnya, ápolatlan hölgyet egy fényképen, ugye? Legfeljebb az én családomban én úgy láttam, hogy ez megvolt, és hölgyek készültek a hétvégén, vasárnaponként, lefürödtek, megcsinálták a szépségápolási trükkjeiket,
hogy miket használtak pontosan azokon az anyagokon kívül, amit mondtunk, hogy szappan, hogy esővíz, ecet, gyógynövényes tea, kamilla, kamillás borogatás, akkor a mézes ápolást, azt már említettem. Ezek az illóolajak azért inkább mostanában lettek elérhetőek, mert régebben ez nagyon drága mulatság volt. Most is egyes illóanyagok, ha láttátok, nagyon, tehát olajak nagyon drágák, ezek az eszenciális olajak, de használták ők is a rózsavizet, ami nagyon jó anti-aging amúgy, nem hiába, csak illatos. Tehát ezeket használták akkoriban is, ahogyan most is beleraknak egyes termékekbe. Nem tudom még, mit tudjak hozzáfűzni ezeket, amiket én is tudok, hogy használtak. Akkor kicsit próbáljunk meg a múltból a jövő felé tekinteni, hogy mi a véleményed arról, mifelé mehet a világ mondjuk az ilyen szépségápolási iparban, vagy mit lehetnek a jövőre nézve a trendek? Marad mondjuk egyfajta olyan hullám, vagy egy olyan megközelítés, hogy akkor minél inkább a természetes anyagokat használják az emberek, vagy ez pénzkérdés is ilyen értelemben, mi lesz a jövőkép? Tehát, ha észrevettitek, a bio cuccok elsősorban a hiper-szupermarketekben előre kerültek. Ez azért van, mert igény volt rá. Ha nem lett volna igény, akkor a szupermarketekben megmaradtak volna azok a klasszikus termékek, amit mindenütt lehet kapni. Mivel igény van, és látják, hogy vásárolják a termékeket, most ezt egy nagy cégnek a szemszögéből mutatom be nektek most, akkor annál inkább ráállnak. Ha ezt megint észrevettétek, most már reklámban is, tévében is mutatják a biorészlegeket a cégeknek, hogy még akár rádióban is hallottam reklámot, hogy van új biorészleg, és hogy gyertek oda, és hogy stb. Stb. Tehát ez egy igény. Amit kielégítenek a nagyok, ki akarják ezt a rést, ezt le akarják fedni, ami nagyon intelligens megoldás. Ezért inkább próbálnak ők is most már a bio felé menni. Ami elsősorban észrevehető a kozmetikumokban, az a csomagolás, hogy most már próbálnak feldolgozott, tehát újrahasznosított csomagolásokat használni. Az Unió egy pár hatóanyagot, amik nem biók, kivettek belőle, ez a legegyszerűbb a triklosán, amit kivettek mindenhonnan. Mert az micsoda? Az olyan, mint amivel a vécét takarítod, és az volt a fogkrémbe. Na, szóval... Ezt lehet, hogy nem akartuk mégsem. Igen, és most már krémekben sincsen, eddig csak a tisztítószerekből vették ki. Ez így viccesen hangzik, de ez egy jó marketing fogás. Én így adtam el a fogkrémet évek során, hogy a miénkben nincsen az, amivel a vécét tisztítják. Most bocsánat, hogy így bióbb és egészségesebb. Vannak olyan anyagok, amik biodegradábilisak, tehát lebomlanak. Ezek a tartósítószerekről, vagy a fertőtlenítő hatóanyagok, amik benne vannak, egy például egy kézfertőtlenítő, arcfertőtlenítésről van szó, vagy bármilyen más dologról, tisztításról a házban. Vannak viszont olyan hatóanyagok, amik biodegradábilisak, tehát lassan lebomlanak a természetben. Most érdemes, ha hazamentek, fiúk, amikor van kedvetek, vagy a fürdőszobában több időt töltöttök el, hogy megfordítani azt a kis betűt, elővenni a szemüveget, vagy nem, mert mivel mi fiatalok vagyunk, de ha meg akarjátok előzni, van rá valamim, egy kis bogyóm belülről, szóval megfordítani azt a terméket, és megnézni, mi van a hátánál. Az a jó termék, és az a biobb termék, aminek a végén vannak azok az anyagok, amiket nem értesz, vagy rá kell nagyon googlizni, mikor már három hatóanyag van, akkor már illik azért, hogy meggondolkozni, mikor már négy, ötni már azért szerbusz az a termék. Na, ezt próbálják azért kicsit természettudatosabban a cégek úgy, hogy a termékeikbe is biobbakat tesznek, tehát most már ki lehet írni rá az, hogy ez lebomlik a természetben, és te eddig az arcodra kented, vagy bevetted, vagy a házadat takarítottad vele, és az kihat végül is, mindenki hat ránk. És a következő trend az, hogy a csomagolások azok újrahasznosítottak, vagy olyanok, amiket ki lehet dobni, és fel lehet hasznosítani intelligensen. Tehát ez nagy léptekben a nagy cégeknél ez a trend. Aztán, hogy egy kicsi cég belül mire dönt, hogy neki megéri abba befektetni. Ez még mindig a megériből veszük. Szemszögből, mert ugye megint, hogy kifizetik-e azt a pénzt a kliensek, és ezek a nagy cégek, akik reklámoznak, és most nem a mi cégünkről beszélünk, mi nem reklámozunk, azoknak kijön a
mérlegen a hónap végén, az év végén, hogy megéri ebbe befektetni. Kicsit kanyarodjunk vissza arra a növényre, amiről már volt itt szó, és ha itt körülnézek, mindenhol ugyanazt látom szinte, ezt az aloe vera feliratot szinte minden terméken. Miért ez a legjobb, vagy miért erre a növényre élesztétek ki ezt az egész cég működést, vagy ezt a szépségipari dolgot? Köszönöm a kérdést. Mostan mehet a meleme, az emelem. Nem. Tehát volt egy jó növény, aminek nem volt egy jó marketingje. Na most, tik is lehettek a legügyesebbek, a legokosabbak, vagy én is, hogyha nem tudom eladni magamat. Az a növény nem adja el magát, azt adja a természet nekünk. Most ezelőtt, 1978-ban valaki ezt kitalálta, hogy erre a növényre lehet alapozni. Ez működött amerikai szinten, és lassan ez így elterjedt mai napig. Ez 163 országban. Azt szokták mondani, hogy ennyi helyen már a kóla sincsen. Ez nem mondjuk. Jó, na. Nyugodtan. Tehát ez a nagyon rossz ízű üdítőital. Viccelek. Tehát a kóla sincsen olyan sok országban, mint milyen az aloe vera. Úgyhogy jelen van és bejegyezve. Mert jó, egyszerű. És azt mondja az egyik szakértő, aki nagyon sokat dolgozott ebben a szisztemben, rendszerben, eladási rendszerben, hogy egyszerűen a legjobb termék, amire lehet alapozni, tehát a legjobb alapanyag, amire lehet alapozni. Most miért? Mert benne van a krémbe. Megfordított azt a krémet, egy foreveres krémet, kaptuk majd valami próbát. Igen. Kipróbáljátok. Megfordítod azt a krémet, és látod, hogy az első alapanyag nem a víz, hanem 23% legalább aloe vera. Tehát ezért ennyire ráalapoz a cég. Igen? Van még valami ilyen természetes termék vagy növény, aminek ilyen jó a marketingje? A hatása? A marketingje, vannak a más... A hatása, és aztán a marketingje. Igen, nagyon jó megint. Tehát vannak más cégek, és lehet, hogy nem ismeritek, hogy mivel foglalkozik, de például Gozsira alapozott, ezt lehet, hallottátok, Nonira alapoz, ezt már hallottátok, vagy örök fiatalságot ad, nem tudom, mire alapozza, de vannak így, hogy megtalálnak egy bizonyos növényt. Ha észrevetétek, az utolsó 5-10 évben rengeteg a WC papíron is aloé van, az oknyiba is aloé van, az ágyneműben is aloé van, mondom, ha kimosom, akkor hol lesz? Jó, majd magamra kenem máshonnan. Természetesen a saját bizniszből. Tehát vannak gyógynövények, amikre lehet alapozni, és jók. Nálunk a fő gyógynövény az az aloe vera. És azért, mert nem csak, hogy behatol az utolsó rétegig a bőrbe, tehát húsig hatol, szépen belemegy a bőrödbe, és az utolsó rétegig is, ezért regenerál mélyen, tehát van egy sebünk, egy bibink, egy vágás, egy égés, az teljesen mértékben csontig hatolóan. A következő dolog, a vitaminok és az hatóanyagok, amik benne vannak, azok már ott vannak. Tehát nem kell külön hozzon a cég még hatóanyagokat, egy kis pipettával tegyél onnan kémiailag, valahonnan szerezzen, mert benne van a gyógynövénybe. Gyulladáscsökkentő benne van a gyógynövénybe, azért jó az égési sérülésekre. Vagy egy pattanásra, mert ott is egy gyulladás keletkezik, és gennyes, és ez nagyon jó hatással van, és lecsökkenti azt a fájó érzést. Tehát ez mind benne van a gyógynövényben. Emellett, hogy miket használ a cég, az a hialuronsav, de az nem egy gyógynövény, mert az is nagyon jó a bőrregenerálásra, a regenerálásba, és minden sejtünkben benne van. De hogyha a savat halljuk, akkor mindig rosszra szoktunk gondolni, nem? Ezt a csajok ez tudják. Ez egy Zsanna Manna, hogyha a csajoknak azt mondja, hialuronsav. Ezzel le tud varolni akár? Igen, csak ne egy ráncos hölgynek, mert akkor azt mondja, ez csúnya volt, ez csúnya húzás. De ezzel lehet udvarolni, igen, a bőrnek lehet udvarolni. De ez mit jelent konkrétan ez a ki sem tudom mondani elsőre. Hialuronsav. Igen. Kell még gyakorolnom. Tehát ha szép akarsz lenni, akkor kell kollagén, ezt már hallottátok, elasztén, most mutatom az arcomon, hogy mire jó még. Az rádióban nagyon. Tehát kell a kollagén, igen, elasztikusság, oké, okay? Az elasztén az az elasztikusság. A kollagén az a ráncokat kisimítja, igen, azokat a barázdákba belemegy, az sejtekbe is. Kitömi, ez az nagyon jó, tökéletes, összeérdez. Úgy, akkor a hialuronsav, az kell, hogy regenerálódjon a bőrünk. Úgy, a vitaminok azok ugye megint jó, C-vitamin, antioxidáns, E-vitamin, már lehet hallottátok, szépségvitaminja. Tehát ezek mind jó dolgok. Ha már ez benne van, ez már nagyon jó egy krémben, az aloe az heg, képző, sebre jó, mélyen behatol, tehát mindent, amit ráteszel erre az aloéra, az, hogy szépen bemegy a bőrödbe, mélyen, és még jobban hat.
még lehet rátenni csomó mindent. Kicsit tegyük helyre ezt az anomáliát, ami most itt keletkezett. Ugye kicsit furcsa lehet a hallgatóknak, hogy két férfi egy szakemberrel, aki szépségápolással foglalkozik, hogy ez általában a nők sara, vagy területe, úgy értem, hogy akkor a férfi szépségápolás az mikor jött divatba, mert én úgy vettem észre, hogy mondjuk úgy az ezredfordulónál volt egy ilyen változás, hogy a férfiak is jobban oda kezdtek erre figyelni. Igen, ez így van. Szerintem nem olyan sokan még mindig. Tehát még mindig a szappan és a víz az kicsit nem olyan ismert, inkább ismertebb egy parfüm, sajnos. Ez a negatív része. Hogy a szépségápolás az a tisztálkodásnál kezdődik, egy tiszta bőrnél kezdődik, és erre mindenkinek joga van, hogy férfi, hogy nő, hogy idős, hogy fiatal. Akár egy idősre is, hogy ránézel, lehet az egy ráncos, lehet, hogy egy meggörnyedt ember, egy az életét átment emberről van szó, de egy tiszta, jó illata van, tehát friss és ápolt, akkor azt mondod, hogy ez egy szép idős ember. Na most akkor a férfiak kettő között vantok, a hölgyek és az idősek ápolása. A férfiaknál inkább akkor jön elő átlagosan, tehát a nagy mérték, nagy férfi tömegről beszélek, mikor szükség van. Tehát, hogyha nincsen pattanásos bőr, nincsen kezelés rá. Ha nincsen, tegyük fel, egy másik egészségügyi probléma, amiért oda kell figyelni akár a szépségére. Most ez korpásodás, egy egyszerű dologról van. Szóval nem korpás, akkor élete végéig azt a szimpla kis kamillás sampont fogja használni 8-re ér. Ha viszont korpás is, ez zavarja is, akkor elkezd keresni valamit rá. Itt kezdődik, és akkor már kezdhetjük, hogy kezd ki keresni a szépségápolás területén. Az, hogy ez egy trend, sokat mutogatjuk magunkat. Mutogatják nekünk, hogy így kell kinézni. Most ezt klasszikusan már halljuk, hogy reklámokban, tévében. Én MTV nemzedék vagyok, ott a pasik is jól néztek ki, nem? Azért a videóklipben. A 90-es évek közepére gondolszkárd időben, amikor... Igen. Úgy elkezdtek a pasik is jól kinézni, meg színesebb ruhákba járni. A deo használata, hogyha most visszamegyünk megint egy átlagosba, ez egy rossz statisztikából tudom, hogy a 70-es években kezdtek el deókat használni a férfiak. Tehát azt jelenti, hogy ne izzadjanak, és ne legyenek büdösek. Bocsánat, nem büdösek, hanem izzadságillatúak. Jó, hát ne legyünk akkor, nem csak a férfiak büdösek, bárki büdös, ha nem tiszta, és még izzad is rá. De a 70-es években elkezdődött használatnak a következménye, mivel ezek nem természetes alapú deók voltak, hanem megállították az izzadságot, és az izzadság az folyamatosan termelődött, csak befele ment, elkezdődött a férfiaknál is megjelenni a rák, a mellrák. Ez egy negatív része. Addig nem használtak deókat a férfiak, nem volt jelen ez az ő életükben. A következő dolog, a tévé használata, az a reklámok, a színes reklámok, a vizuális reklámok, az, hogy magunkat mutogatjuk, ugye nem lehet mindent egy applikációval elintézni, az, hogy előjöttek azokat a koncernek és nagy cégek, akik ebből éltek más országokban, most beszélünk a mi régiónkról, Kárpát-medencéről, tehát megjöttek azok a cégek, lassan látjátok, most már nagyon itt vannak, most már nincs, hogy nincsenek itt, azokkal a trendekkel és termékekkel, amiket el akartak nekünk adni, és akkor szépen rászoktattak arról, hogy ezt is lehet használni, azt is lehet használni. Ezen belül, hogy trendek, most trend például a szakáll, de a szakálladban nem kell az arcodat ápoljad, viszont a szakálladat ápolod. És akkor van, ez nem az én termékeim, nekünk nincsen szakállápoló termék családunk, de akkor elkezdik különböző anyagokkal ápolni a szakálukat. Vagy a fiatal fiúknál, amit észrevettétek, hogy nem csak a sportolók epilálják magukat, hanem a fiatalabb fiúk elkezdték szőrteleníteni, aki nem ismeri ezt a szót, a férfi társadalomban. Ez azt jelenti, hogy szőrtelenítés után valószínűleg, hogy fog használni egy másik terméket, megint bevonult egy termék a maga a szőrtelenítés után. Vagy akár, hogyha már olyan szép lesz a bőre, akkor jobban ki fog nyílni egy testápoló iránt. És ez így követi egyik a másikat. Az én szemszögömből, hogy lassan beépült. A szépségápolása a férfiaknál pedig a mikroközösségre. Én így tudom megállapítani, mert ha abban a közösségben, ahol ő
van, ez gyakoribb, akkor ez gyakoribb is lesz. Az ő is felveszi ezt a tulajdonságot. Ezt úgy magyarázzák, hogy ha van 5 barátod, és abból 4 kövér, valószínűleg, hogy te is kövér vagy. Most ezt meg se kérdezzük, mert így tendinca, tocsánat, ez trend, így magyarul trend. Nekem ez a véleményem személyesen. Tehát ha be akarom vonni azt, hogy azokat a termékeket, amikkel én is foglalkozom, képviselem őket, a férfiaknál a szappan, a víz, az megjelenik, az mindenütt. Van aftershave, tehát borotválkozási utáni termék, fogkrém, ami megint univerzális, az deo, ami megint nálunk unisex és univerzális, és nem tartalmazom csúnya anyagokat, amiket előtte ismertettem, és nincs a mellékhatása, sem csak is reklám helyszíne. És ezen kívül pedig az egyszerű problémáknak a megoldása. Tehát nincsenek kifejezetten férfi termékek, amit csak férfi arcbőre van, vagy nem jó, fiúknál nem hat, csak a csajoknál, de itten probléma megoldásról van szó. Például van egy heg, amit el akarsz tüntetni, vagy van egy pattanás, amit akarsz kezelni. Ez a klasszikus a fiatal generációnál. Az idősebbeknél is megjelenik a ránc. Akár egy egyszerű krémet, nem akarja komplikálni magát. De zavar, hogy nagyon ráncosodok. Megvettem az új szemüvegemet, 40 éves vagyok, előjöttek a ráncok, és kéne valami, ami. De ez így ráépül az alapdolgokra. Ez az én termék családomban. Mi lenne az, amit, ha már beszéltünk férfiakról is, nőkről is, illetve mind a két nemnek a hát mondom akkor az trendjeiről igazából, vagy mifelé haladhatunk, mi lenne az, amit üzennél az embereknek mondjuk, hogy vagy tanácsokkal hogyan lehet ellátni az embereket olyan értelemben, hogy előzd meg mondjuk hát az öregedés nem lehet megelőzni nyilvánvalóan, de mi az, amire oda kellene figyelni, akár a nőknek, akár a férfiaknak szerinted? Mi lenne az üzenet akkor számukra? Az, hogy kívülről belülről. Vegyél példának egy olyan időst, aki jól tartja magát, kérdezd meg, hogy mit csinál, vagy képzeld el, hogy mit hogy akarsz-e kinézni 10 év múlva, vagy 20 év múlva, és gondold át, hogy mit kéne tennél érte, mert mindenkinek ott az információ, tehát nem kell, én most mondok egy jó ötletet, hogy képzeld el magadat 20 év múlva, hogy szeretnék kinézni. Képzeld el, hogy mit kéne tegyél érte, és egyszerűk a válaszok, hogy egy kicsit többet mozogjál, igyál elég vizet, ha lehet az étkezésedet, úgy alakítsad, hogy az egy egészséges étkezés legyen, nem kell túltömni magunkat se hússal, semmivel. Tartsál akár bőjtnapokat, hogy kevesebbet eszel, ez egy jó tanács. És hogyha már azt akarod, és megengedheted magadnak, hogy egy minőségi életet éljél, tehát nem vagy rászorulva a zsíros kenyérre, most ezt ilyen nagyon szimplán mondom, akkor igenis, amikor betöltöd a bizonyos kort, nyugodtan bevihetsz egy ásványisót, vagy ha sporthoz bevihetsz egy ásványisót. Attól még szebb nem leszel, de jobban fogod magad érezni, és az ki fog hatni akár a külsőre is. Hogyha ízületi problémáid vannak, ne hanyagold el, mert amúgy ilyen apró titok, hogy az ízületi problémákra a gyógyszerek jók általában a szép bőrre is, mert tartalmaznak hialuronsavat is, kollagént, úgyhogy ez már két oldalú, tehát akár szebb is leszel tőle. Hogyha valamilyen problémád van, vagy észleled magadon, hogy valami probléma van, keressél meg valakit is, vagy informálodjál, és lépjél időben, mert ha 60 évesen kezdesz el ránctalanító krémet használni, nem fog hatni. Ha 60 évesen kezdesz el vigyázni a súlyodra, és 20 évig 10 kilót, 15 kilót hurcoltál, az nem fog akkor úgy működni. Tehát időben próbáljál jó és intelligens megoldásokat találni. Szerintem akár egy szakértőt is megkérdezhetsz, tehát nem csak szerintem, kérdezzél meg egy szakértőt. Én, ha számítógépet akarok venni, megkérdezem egy nagyon jó barátomat, aki ért hozzá. Hogyha autót akarok váltani, vagy hasonló, vagy mosogatógépet akartam venni, megkérdeztem egy szerelőt, aki javított mosogatógépeket már 20 éven keresztül. És ajánlott nekem 3 modellt, ami olcsó, jó és hosszú távon is nem lesznek rossz dolgok, amiket ki kell cserélnem 2 év után. Tehát ugyanígy, hogyha úgy érzed, hogy szeretnél tenni érte valamit, akkor ne halasz holnapra, kérdezzél meg egy szakértőt, hogyha már egészségügyi problémád van, de nem csak akkor, és használd azokat a tippeket.
nagyon könnyen lehet találni online felületen olyan embereket, akik hitelesek, ezzel foglalkoznak, tehát az egészségükkel, és akár onnan is el lehet lopni pár trükköt. No, hát reméljük, hogy adtunk esetleg jó kérdéseket, vagy tettünk is fel talán jó kérdéseket, és kaptunk remek válaszokat Adriántól. Úgyhogy mi megköszönjük ezt a beszélgetést, meg a lehetőséget, hogy kicsit úgy férfi szemmel is beleláthattunk ebbe. Nem mondom azt, hogy csak női világba, de azért talán bennünket annyira nem mozgat meg fantázia téren, de majd hallgatunk a tippjeidre szerintem ezek után, vagy az ötleteidre, illetve a tanácsaidra is. És köszönjük szépen még egyszer a beszélgetést neked, és elérhető lesz a te akár Facebook oldaladnak, vagy oldaladnak is a linkje majd a beszélgetésünk alatt, akár YouTube-on, és vagy a Facebook oldalunkon is, úgyhogy akkor köszönjük szépen még egyszer, és jó munkát kívánunk a továbbiakban is, meg jó nagyon egészséget. Szépen köszönöm a lehetőséget. Mi is köszönjük. Bennünket pedig ugye továbbra is lehet hallgatni, nem csak YouTube csatornánkon keresztül, ahol fel is iratkozhattok néhány kattintással, hanem ott vagyunk Spotify-on is, valamint az okostelefonos applikáció, az Anchor FM segítséggel is követhetőek vagyunk, valamint lájkolhatjátok a Rádióért Facebook oldalát, és követhetek bennünket Instagramon is. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, még egyszer szervusztok!